három gyermekemnek így küldhözött. És hét unokám hasonló mindenki el, aki ilyet megfelelni. Én úgy gondolom, hogy ezzel a kormánnyal már nem lehet alkudozni. Nincs a társadalomnak olyan szegmense a gazdagokon kívül, akit ez a kormány meg nem sértett volna. Nem csak azért vagyunk itt, hogy tüntessünk a rabszolgatörvény ellen, hanem valamennyi sérelmünk kell, ennek a kormánynak takarodni kell. Műszaki területen tanulok egyetemen, középfokú műszaki végzettséggel próbáltam korábban elhelyezkedni. Kicsit kisarkítva azért jöttem el, mert úgy látom, hogy a jelenlegi kormányunk közelhelyen a Horthy rendszer kívánja restaurálni. Felháborítónak találom azt, hogy a kormány propaganda elárasztja a híradókat, nem számolnak be az olyan módosításokról és nem kezdeményeznek konzultációkat olyan módosításokról. Itt a munkatörvénykönyv módosítása, torkig vagyok azzal, hogy mindenféle nemzeti szocialista propagandát kell hallgatnom a híradóból. Nem érdekelnek a migránsok, nem érdekel Brüsszel. A migráns probléma az egy rendészeti kérdés, nem kell hozzá egy komplet 20. századi diktatúrát restaurálni. Meg vagyok győződve arról, hogy a problémám sokkal inkább a lakhatás, ami kivitelezhetetlen pályakezdő fiatalként. 150-130 ezer forintos albérleteket nem tudok kifizetni havi 200 nettós fizetésből. 26 éves vagyok, otthon élek, ez egy vicc. Én is szeretnék élni, családot alapítani. És úgy látom, hogy a magyar kormány, amit megszavaztak az emberek ebben az országban, teszem hozzá, nem az ország határon belül, az nem szolgálja ki az én életem jobbra fordulását. Szervusztok, én Ildi vagyok, nyugdíjas vagyok, a fiam külföldön él, ott dolgozik. Én meg nap mint nap pengelyélen táncolok a devizahitelemmel. Nem tudhatom, melyik taput kerülök utcára. És 43 évet becsületesen ledolgoztam, és másodállásokkal, hogy eddig a devizahitelem tudjam fizetni. De most már sajnos nincs másodállásom, és kérdés, meddig lakhatok a lakásomban. 25 éves vagyok, és jelenleg főállásban dolgozom. Én elsősorban nem is a munkakörülményeim miatt vagyok itt, hanem arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy Franciaországban, Párizsban elindult egy óriási változás, és úgy láttam, hogy ma itt Magyarországon is elindult ugyanaz. Hogyha utcai harcok nem is lesznek, de reméljük, hogy nálunk is változik a helyzet, és akár le tudjuk váltani ezt a jobboldali rezsimet, de mindenképpen egy olyan országot tudunk most itt elindítani, amiben mindenki tud élni. Ezeknek a fiataloknak jobb legyen, mert az ő jövőjük legalább jobb legyen, mint amilyen a miénk volt annak idején, mikor munkába álltunk. Schaller, Koki, Saralátét, Balta. Ugye mindenki érti. Fidesz, Mutyi lopnak, mint a szarka. Minden választás számít. Az is számít, amiért most kijöttetek, meg az is számít majd, amikor az Európai Parlamenten szavaztok, meg az is, amit az önkormányzatnál. Tehát, hogyha valakinek volt bátorsága idejönni, annak legyen bátorsága majd a szavazásnál is arra szavazni, ami mindenkinek az érdeke. Ez, amit ma csinálnak ezzel a munkatörvénymódosítással, ez már benne volt a 2010-es munkatörvényben is. Most, amit csinálnak, ez nem nagyjából ugyanaz. Amikor bevezették azt, hogy munkaidő keret, és nem is kell, hogy benne legyen a munkaszerződésben, attól a perctől kezdve most mindegy, hogy most 200 órát nem fizetnek ki, vagy 400-at. Kurára elegem van ebből a jobboldali rendszerből, amiben élünk, és meg így abból is így az ellenzéki pártok, nem tudom, így Európa skandálásokat csinálnak, és így Európától várjuk a megoldást, vagy azt, hogy megmentsen minket, szóval azért vagyok itt, hogy így szervezzük meg magunkat, és nem mástól várjuk a megoldást. A jelenlegi rendszer egyre inkább afelé halad, hogy összefogás nélkül az emberek nem tudják képviselni magukat, és én is azért vagyok itt, mert ez fontos ügynek tartom, ez kihat a jövőnkre, a gyerekeim jövőjére, és szerintem ezeket már egyre inkább nem lehet szó nélkül hagyni. Egy hónapban 720 óra van. Dolgoztam 400 órát, kollégáim tudják, de szabad akaratomból. Nem kényszerítettek, nem köteleztek rá. A 400 órára a vidéki dolgozók beutaznak napi 2 vagy 3 órát. A 700-ból, ha ezt lehúzzuk, számoljatok, mennyi marad? Az orvosok azt mondják, 8 óra alvás, pihenés kell. Meg lesz. A fiatalok nem fognak szaporodni, csúnyán mondom, így is, hogy az országunk, mikor
A munkába? A családanyák hova rakják a munkahelyükre a gyerekeiket? Viszik be? Családanya is vagyok ugyan, és tudom mi az elhelyezni, nem érni oda az óvodába, vagy szombat-vasárnap is ki fogják nyitni az óvodákat, iskolákat és egyebeket. Ezen kell elgondolkozni. Nekem a családom a 72 évet senki nem élte meg. Mindenki meghalt betegségben, egy évben. Nem bírták meggyógyítani. Nem bírták. Igaz, én 52 éves vagyok most, ez a legnagyobb kor, amit elértünk. El tudom sorolni, ott vannak a halotti papírok, végig. A magyar egészségügy le van rombolódva, omlik összefele, erre kell költenünk. Erre, hogy tovább éljenek a nyugdíjasok, mert ismerek nem egy, kettőt, nem bírnak, vagy fűtenek, vagy gyógyszert vesznek, vagy pedig élelmiszert. A három közül el kell dönteni, hogy melyiket veszik meg. Ha a gyógyszert nem veszik meg, meghal. Ha fűt, akkor nem tud élelmiszert venni. Mi munkások, mert dolgozok, azt mondom, nem kell külön mondani, hogy a nyugdíjasoknak megvan már mindenük. Nem, sajnos nem tudnak kijönni a kis nyugdíjból. Sajnos látom azt, hogy 60-70 éves, idős, úgy mászik föl négy kézláb a vonatra, másodállásba, hogy enni tudjon, fűteni. A családos, aki mer három gyereket vállalni, iskola kezdésre az összes fizetését befizeti a tankönyvre, mert olyan méreg drága. Hadd legyen mindenkinek könyv az asztalán, hadd legyen meleg otthon, és normális bérek, meg ilyenek. Itt kellett, hogy legyek. Lehet, hogy elítéltek, hogy idejöttem, nem érdekel. Sziasztok! Köszönöm, hogy meghallgattatok. A következő lépés viszont országos, általános sztrájk legyen. Hat gyermekes családapa vagyok Borsod megyéből, aki annak idején az Éhségmenetek egyik szervezője volt. Azt kell, hogy mondjam, dédapáink vérén szerzett jogainkat akarják elvenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha ezt hagyni fogjuk, akkor kisülhet a szemünk szégyentől. Ne hagyjuk. Azt mondják ránk most, hogy bukások vagyunk, akkor takarítsuk el a szemetet. Én, mint diák, a jövő munkavállalójaként vagyok itt. Azért vagyok itt, mert még jelenleg tanulok, és megrémiszt az a rendszer, ami ma fennáll. Az, hogy kiszolgáltatottá teszik az embereket, hogy elveszik azt a maradék lyukat is, ami megvan. Fiatalként muszáj, hogy ez ellen harcoljak. A saját korosztályomban is el kell magyaráznom, hogy mit jelent az, hogy jog. Azért jöttem, hogy egy csepp legyek a tengerben, mert remélem, hogy lesz tenger. Tiltakozom, és minnyájan tiltakozzunk ennek a kormánynak az eddig elkövetett összes embertelen, vérlázító, cinikus, jogtipró tevékenysége ellen. És legyünk itt azért is, hogy ez a kulturális kőkorszak, ami fenyeget bennünket, ne tudjon teljesen bekövetkezni. Én már nem nagyon akarok a szabadidőmből jönni tüntetni, hanem ideje lenne annak, hogy a munkaidőnkben ne menjünk be dolgozni, mert az fog fájni. Mert ha a szabadidőnkben tüntetünk, azon csak köhögnek, otthon ülnek a melegben. Nézzük meg, hogy az emberek kint az utcán, 200 méterrel arrébb, senkit nem érdekel, hogy mi itt vagyunk. Tehát munkaidőben ki az útra, amit a szakszervezetek végre már legalább félpályáson meghirdettek, lezárni a csomópontokat addig, amíg ez a kormány el nem takarodik, amíg Orbán előzetesben nem kerül. Itt voltam, amikor e helyét felállították Szent Péter és Szent Pál szobrát. Talán valaki még emlékszik rá. És ha minden jól megy, itt leszek akkor is, amikor Szent Imre szobra fog ide kerülni. Hát szégyellem magamat. Vajon Iván nyugdíjas egyetemi oktató vagyok. Azért jöttem ide, hogy Magyarországon egy megújult demokrácia jöhessen létre, ahol nem hoznak ilyen szégyenletes módon jogszabályváltoztatásokat, kiszolgáltatottá téve az embereket, és sorozatban gyártva a parlamenti előterjesztéseket, amelyeknek nincsen semmilyen rendes vitája, amelyekben nem kérdezik meg a szakszervezeteket és egyéb érintetteket. Ideje rekonstruálni és
a 90 utánihoz képest is jobbá tenni a magyar demokráciát. Szép jó napot kívánok, Székely Tamás vagyok, a rendezvény egyik szervezője. Nagyon sokan vagyunk itt. Azt szeretném megkérni a gyülekezőktől, hogy nagyon szépen egymásra figyelve egy picit a dudarc elé kezdjünk el lépésről lépésre alaszolni, mert a körútról nem fognak tudni idejönni a tüntetők, úgyhogy szeretnék, nagyon sokan vagyunk és ez nagyon jó, úgyhogy szeretném tényleg mindenkinek, hogy egymásra figyelve egy picit induljunk el a Dunapart felé, hogy minél többen ide tudjanak jönni a térre. Köszönöm szépen! Mennyit ért az meg, hogy eladták a munkavállalókat? Azaz a magyar munkavállalók eladása mennyi pénzt adott a konyhára Kósáéknak? Engem ez érdekel. Elfogadják ezt a szégyenletes törvényt a német nagytőke, a német multicégeket kiszolgálva. Hát ez a nem gyarmati sor nekik, ez a gazdasági szabadságharc. Tartsuk észbe, hogy hazudnak, amikor nemzeti szintű drapériába csomagolnak mindent. És úgy tesznek, mint a szabadságharcot vívnál, közben kiszolgáltatják a magyar munkavállalókat a német nagytőkének. Ne hagyjuk! Többször is hallottam, hogy itt mondták, hogy ezt a jobboldali kormányt váltsuk, ezt a jobboldali kormányt. Az a helyzet, hogy szerintem ez a kormány sem nem jobboldali, sem nem baloldali. Ezt a kormányt egyedül a hatalom érdekli, s annak a megtartása. És éppen ezért kell eltakarítani, és jelenleg pontosan azzal kellene, hogy foglalkozzon ez a kormány, hogy a magyar bérek, a nyugat-európai bérekhez végre elkezdjenek felzárkózni. Ez egy 21. századi probléma, és ezzel kellene foglalkozni. Fidesz pedig egy 20. századi párt, és ezért kell leváltani. Köszönöm. Ez a kormány mindenkit meglop. Meglopják a dolgozókat, meglopják a gyerekeket, akik iskolába járnak, meglopják az egészségügyet, meglopják a támogatásoktól az embereket. Mindenért ki kell állnunk. Minden tüntetésre el kell mennünk. Ezt nem szabad hagyni tovább. Itt kell lennem. Nagyon sok tüntetésen részt vettem. A jogállamot szétszilálták, a demokratikus játékszabályokat semmibe veszik. Gátlástalanul harácsolnak, lopnak, hazudnak reggel, éjjel és este. És ezt nem szabad tűrni. Tapasztalom azt, hogy a munkavállalókat egyre jobban kizsikerik, olyan szerződéseket kötnek, amit sok-sok oldalas szerződéseket írtak alá láthatatlanba velük, ami elfogadhatatlan. Ezt nem szabad tovább tűrni, mert ezek nem fognak megállni maguktól. Azért nem tudom, hogy miért vagyok itt. Mert hogy ezt mondjátok, hogy ez a kormány így sem izett ki, de hogy az előző kormány sem volt jobb, és nem volt, nincs szerintem alternatíva. És engem ez nagyon-nagyon zavar. Hát igazából rohadtul nem tudom, hogy miért vagyok itt, mert teljesen nem izett. Adj emberséget az embernek, adj magyarságot a magyarnak, hogy ne legyünk német gyarmat. Most azok vagyunk. Orbán és a csürhe bandája kilóra kiárusította a magyar dolgozót a német nagytőkének. Annak idején Panzerdivisionen kellett, hogy lerohanják Európát, most Bankerdivisionen van. Ezért kérlek benneteket, hogy ezt a jelenlegi illegális, illegitim kormányt a tömeg nyomásával váltsuk le. Rengeteget dolgozom, de szeretném ezt pénzért tenni. Szép napot! Én is ápolónő vagyok, 38 éve Magyarországon ébérjel. Köszönöm, ennyi. Én, mint volt egyenruhás, szeretnék Önökhöz szólni, így a francia példára reflektálva, hogy jó lenne valóban egy kormányváltás, de ezt békésen kellene megtenni. És biztosan veszem, hogy a fordulón túllévő rendőrök is szimpatizálnak velünk, még akkor is, hogy a minden elősikerült rendőr egy nemzetközileg védett személy, és így lehozzájuk, hogy a Kossuth-ért. De még zárásként még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy Soros György, migránsok, van liberális demokrácia, és Soros ki az már volt? Bocsánat, boldog karácsot kívánok! Nem! Mikrofon!
kormányt kellene váltani, hanem a rendszert kellene váltani. Ezt kellene megérteni, hogy mindenki megértse, hogy az alaptörvény érvénytelen. Érvénytelen! Az ellenzék is ugyanúgy törvénytelenül ül bent a parlamentben, mint a többi part. Ezt kellene felfogni! Ezt kellene felfogni! Hiába voltak alaptörvénymódosok. Nem! Az alaptörvény nem létezik. Mi a magyar köztársaság állampolgárai vagyunk. Ránk a köztársaság alkotmánya. Minek van az alkotmánybíróság, ha nincs alkotmány? Kezdjük itt! Ezen gondolkozzatok el! Kiállok és munkások, szolidaritás! Kiállok és munkások, szolidaritás! Kiállok és munkások, szolidaritás!
felül a hátunkon a legnagyobb terhet. Cserébe ezért Európa legkisebb bérét kapjuk. És amíg mi cipeljük e terhet, addig elvették a magánnyugdíjunkat, a kafetériák nagy részét, mert ami fontos volt számunkra, azt megtartották. Megszüntették a lakástámogatást, most pedig még több munkára, rabszolgamunkára kötelezik a magyar. Persze, persze, önkéntesen. Ebből elég volt. Ugyanannyi munkáért, ugyanannyi bérjár. Ezért nekünk is ugyanúgy, ugyanannyit kell keresni, mint az európai társainknak. Ha már ott tartunk, hogy a lengyel, a szlovák, vagy a cseh munkás is többet keres, mint mi Magyarországon. Ma a román egészségügyben többet fizetnek a nővérnek, az orvosnak, mint itt 2018-ban Magyarországon. Hiába tartja a kormány, mi tudjuk, titkos háttéralkot kötöttek a tőkével. Titkos háttéralkot kötöttek a mi bőrünkre. És hozták meg a rabszolgatörvényről szóló döntést. És még van pufájuk azt mondani, hogy minden a mi érdekünkben történt. A kormány egész egyszerűen kiárusította a magyar munkást a tőkének. Arról van szó, hogy a kormány a magyarok helyett az ordas lelkű profi vadászok oldalára áll. Pedig mi nem ezt érdemeljük. Tisztességes béreket és tisztességes munkakörülményeket követelünk. Megtették ezt velünk, mert megtehették. De ennek a mai nappal vége. Mindenre van pénz, csak a bérünkre és az egészségünkre nincs. Van pénz stadionokra, kisvasútra, mexikói templomok felújítására, saját fizetésük felemelésére, csak a magyar dolgozónak nem jut több. Ez a kormány törtön. Azt mondta, hogy a magyar emberek, a magyar dolgozók azért léteznek, hogy kiszolgálja a tőkéseket. A kormány választott. A magyar dolgozó egyetlen feladata, célja és értelme az, hogy nekik profitot termeljen. A mi alapvetésünk viszont az, hogy nem az ember van a gazdaságért, hanem a gazdaság van az emberek jólétéért. Magyarországon azonban ma egy furcsa autoriter kapitalizmus alakult ki, ami elveszi a megtakarításainkat, elveszi a jogainkat, és hova tovább elveszi az életünket is. Ha hagyjuk! Yeah.
Én, mint ahogy hallottátok, dr. Szilágyi József vagyok, a Liga Szakszervezetek társelnöke és az MIDS-nek az elnöke. Azért vagyok itt, hogy elmondjam nektek, a Liga Szakszervezetekhez tartozó körülbelül 100 000 szakszervezeti tag, és ebbe a körbe tartozó közel 10 000 villamosenergiai szakszervezeti tag elégedetlen. Kijöttünk ide azért,
hogy követeljük semmit rólunk nélkülünk. Ne hozzanak döntést rólunk nélkülünk. Ez így nem mehet tovább. Az urak, hogy a munka világát 4,5 millió munkavállaló és a háztartásunkban élő hozzátartozók életét befolyásoló törvényeket országgyűlési képviselői indítványok alapján hozzák meg. Határozottan tiltakozunk az ellen, hogy a munka világát, a jövedelmi viszonyokat döntően meghatározó jogi normákat a kormány és a parlamenti képviselők érdemi szociális párbeszéd teljes mellőzésével egy oldalon terjesszék elő az országgyűlés felé. Tiltakozunk! Köszönöm! Svédország miniszterelnöke is megmondta, a szociális párbeszéd nem csak etikai elvárás, hanem gazdasági haszna is van. A kongresszuson elhangzott az is, hogy a modernkori rabszolgaságnak 45 millióan az áldozatai. Az elmúlt 5 évben 89 millió ember került ebbe a csapdába. Közéjük akarunk tartozni? Nem akarunk. Azt a világot, amit mi teremtünk. A dokumentum kitér arra is, hogy ez a kizsákmányoló gazdasági modell sok kormánytól kap támogatást, folyamatosan támadva az emberi és a munkavállalói jogokat. Ezt érhetjük tettem mi is itt Magyarországon, ezt értük meg mi is az elmúlt években. Mert miként lehet másképp értelmezni a sztrájktörvény 2010-es évi módosítását? A kormány ezzel elérte, hogy ne lehessen jogszerűen sztrájkolni Magyarországon. Meg kell nézni a statisztikákat. A sztrájktörvény módosítása előtt és után. Szörnyű. Hagyjuk ezt! A másik nagy arcú csapása a munkavállalóknak a nyugdíjkorhatár előtti ellátások rendszerének megszüntetése volt. Eltörölték a korengedményes nyugdíjt, a korkedvezményes nyugdíjt. Először a rendvédelmi szerveknél, majd az összes munkavállaló vonatkozásában. Tessék mondani, hogy másztanak oszlopra a villanyszerelőink 60 év felett térvíz idején? Hogy üldözze 60 év feletti rendőr a fiatal betörőt? Hogy olcsón tüzet mentsen életek a tűzoltó 60 év után? Ja, és mi lesz azzal a 60 év feletti mozdonyvezetővel, buszvezetővel, aki elhasználódott, de nem tud elmenni nyugdíjba. Biztonságban lesznek az utasok? Európában nálunk van a legrugalmatlanabb nyugdíjrendszer. Ki fog felelni ennek a következményekén bekövetkező munkahelyi balesetekért, elveszett életekért, foglalkoztatási megbetegedésekért? Megtöltői kérdések, de választhatunk ezekre valaha? Hagyjuk ezt! És elkövetkezett 2012. Ekkor módosították a munkatörvénykönyvét. A szexszervezetek a demonstrációkkal csak könnyítéseket tudtak elérni, valamint kicsikarták a kormány ígéretét, hogy tárgyalásokat folytat a sztrájk törvényről, a nyugdíjkorhatár előtti ellátásokról és a munkatörvénykönyv módosításáról.
2015-ben megtörténtek a szakmai egyeztetések. Azóta semmi nem történt. Hagyjuk ezt! Sarcolásának következő lépése az volt, amikor a bérenkívüli juttatások adóztatását folyamatosan a munkavállalók kárára megváltoztatták. Majd 2018-ban az idén a családok évében egy tolvonással megszüntették a juttatások döntő többségének az adómentességét, illetve adókedvezményét. November 6-án már tiltakoztak ez ellen, a kafetéria rendszer kivégzése ellen. Ennek ellenére a kormány semmibe veszi ezeket a tiltakozásokat. Mit követelünk? Demokráciát! 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 Követeléseink érdemi megvitatása helyett újabb támadást indított a munkavállalók ellen a rabszolga törvény parlamenti előterjesztésével. Szó volt a 400 óráról, szó volt a 36 hónapos munkaidőkeretről. Álláspontunk az, hogy nem lehet eltérni még törvényileg sem az Európai Unió munkaidő irányelvében foglaltaktól. Nem lehet szó semmilyen önként vállalt túlmunkáról. Egyetértetek? Akkor akarnak velünk többet, több munkát végeztetni kevesebb bérrel, amikor Európában, a fejlettebb világban arról beszélnek, hogy az új technológiák kapcsán munkaidő csökkentés fog bekövetkezni. A technológia haladás eredményeként, amely hozzájárul a munkavállalóknak a jobb életminőségéhez. Nálunk pedig ezzel ellentétesen a legdolgozandó munkaidőt növelni akarják? Akartok rabszolgaképpen? Ez a folyamat nem szól másról, csak a munkavállaló érdekek háttérbe szorításáról. A munkáltatói, a hatalmi érdekek előtérbe állításáról. A megtermelt javak minél nagyobb arányának a tőke számára való biztosításáról. Engedjük ezt! A béke, a demokrácia, az egyetemes szociális és jövedelmi védelemre van szükség. Értsék meg a gazdasági és a politikai hatalom gyakorlói, hogy nem vagyunk robotok! A munka jövőjének olyannak kell legyen, itt Magyarországon is, ahol biztosított a foglalkoztatás, és tiszteletben tartják az alapvető emberi és munkavállalói jogokat. Senki nem hallhat meg rossz jogi normák, vagy éppen jogi normák hiánya miatt. Biztosítani kell a nyugdíjakat, garantálni kell a tisztességes munkát. Hatékony, háromoldalú szociális párbeszédre van szükség. Mi nem tüntetni akarunk, hanem hatékony szociális párbeszédet, megfelelő béreket, élhető életet. Meg kell érteni mindannyiunknak, akik itt vagyunk, hogy nekünk szakszervezeteknek, mint demokratikus szervezeteknek központi szerepet kell betöltenünk a jogok, a demokrácia, a szabadság biztosításában. És egy olyan világ felépítésében itt Magyarországon,
ahol a tisztes munka mindenki számára valóság. A hatalomnak meg kell értenie, a szociális igazságosság, a béke, illetve a munkabéke feltétele. Egyetértünk? Köszönöm, hogy ilyen sokan vagytok, köszönöm, hogy meghallgattatok. Ne felejtsétek az EGDS jelmondatát. Együtt erősebbek vagyunk! A hallgatói szakszervezet nevében állok most itt. Jó egy embert együtt látni, de nem felejthetjük el, hogy sokat szorra vagyunk már itt. Mégsem jutottunk előbbre. Már-már beletörődtünk, hogy egyre halkuló kritikánkat a hatalom nem hallja meg. Már-már elvesztettük a reményt. Már majdnem elhittük, hogy nincs más. Megszoksz vagy megszöksz, hogy cipész marad a kattafánál. Köszönjük, hogy itt vagytok, és veletek együtt kiállhatjuk, hogy ennek vége. Köszönjük azt is, hogy ti is eljöttetek akkor, mikor már sokadszor emeljük fel hangunkat a tanszabadságért, a forráskivonás és az egyetemi privatizáció ellen. Most azért vagyunk itt, mert az elnyomás mindenki érzi a bőrén, legyen az szegény vagy gazdag, munkás, értelmiségi, pesti vagy vidéki. Ugyan a felsőoktatás ügyeinket jobban érintenek, mégis ki kell állnunk a rabszolgatörvény ellen is, hiszen az elnyomás közös. Ki kell állnunk egymásért. A ti ügyetek, a mi ügyünk is. Mi nem akarunk megszökni, de nem is tudjuk megszokni ezt a rendszert. Folytassuk hát a pár hete elkezdett együttműködésünket, gondolkozzunk a közös ellenállás és cselekvés lehetőségeiről. Követeljük vissza a közösségi tereinket, szervezzük meg magunkat. A végségig küzdünk az ellen, hogy rabszolgát csináljanak belőlünk. A rabszolgatörvénynek pusztulnia kell! De van a csőben, egy másik törvény is. Az állami igazgatásban, az állami hivatalokban dolgozók új jogállásáról szóló törvény. De ez is csak azt mondja, amit a rabszolgatörvény. Dolgos többet, ugyanennyi pénzért. Össze kell fognunk a versenyszféra és az állami szféra szakszervezeteinek össze kell fognia, mert csak így érhetünk eredményt. Probléma a munkaerőhány az egész országban, de mindkét törvény a munkaidő növelésével, a túlórák növelésével akarja ezt a problémát kezelni. De ez nem a probléma megoldása, ez a probléma elodázása. Sőt, az ősz folyamán jelentős létszámraépítést hajtottak végre az állami szférában, vagyis kevesebb embernek kell több feladatot ellátnia. Gulyás Gergely többször elmondta, hogy akik túlélik a létszámraépítést, azok majd több pénzt kapnak. Átlagosan, mondom átlagosan, 30%-kal fognak emelkedni a bérek. De öntsünk vissza vizet a pohárba. Mit jelent az, hogy átlagosan? Mivel marad a bértömeggazdálkodás, az átlagosan azt jelenti, hogy az államtitkárok kapnak plusz 1 milliót, az egyszerű tisztviselőnek kap plusz 10 forintot. Így valóban ki fog jönni a 30%-os átlag. Ez a tervezet semmilyen garanciát. Ismétlem, semmilyen garanciát nem tartalmaz arra,
hogy a dolgozók anyagi helyzete javulni fog. Ráadásul ez a törvény a munkahelyek biztonságát is veszélyezteti, növeli a kiszolgáltatottságot. Azt mondták, hogy a törvény majd csökkenti a bürokráciát. Nos, van egy rossz hírem a magyar állampolgárok számára. Ez a tervezet teljesen érintetlenül hagyja a bürokráciát, teljesen érintetlenül hagyja a bürokrácia jelenlegi szerkezetét. Nem lesz észszerű hivatali struktúra, nem csökkenti a jogszabályok számát, nem lesz átláthatóbb és gyorsabb az ügyintézés. Sőt, mivel kevesebb embernek kell ugyanazt a terhet cipelnie, ezért még több időt vesz igénybe az ügymenet, és ez még több bosszúságot okoz majd az állampolgároknak. Ez a törvény elveszi a bérek időjutatásokat, de nem javítja a bérhelyzetet. Növeli a munkaterheket, de csökkenti a munkahely biztonságát. Nem célja a munkakörülmények javítása, de célja, hogy minél könnyebben ki lehessen rúgni a dolgozókat. Egyszerre növeli ez a törvény a heti munkaidőt, és csökkenti az éves szabadságot. Ezt visszautasítjuk! Még egyszer azt mondom, a rabszolgatörvénynek és ennek a törvénynek is pusztulnia kell. Sokan vagyunk! Tüntető barátaim, kollégák! Haragot érzek a levegőben! Azoknak a jogos tűrét, akik ezt az országot munkájukkal eltartják. Az ezerszer elárulja újra és újra megnyúzott magyar munkavállalók haragja hozott ki minket az utcára. Tegnap éjszaka még a kormánypárti konfederációk is elismerték, hogy átverte őket a Fidesz. Köszöntöm bőrükben őket is! Minket nem derékon vártak, hanem átvertek, letetettek. Sztrájk törvény, korkedvezmény, kafetéria, munkatörvénykönyve. Elég volt! BDS elnöke, az ipari dolgozók üzenetét osztom meg a nyilvánossággal. A mi kollégáink ugyanis azok, akiknek szó szerint érthető a rabszolgatörvény. A magyar kormány stratégiai partnereinek felénél mi védjük a dolgozók jogait, egészségét, gyakran életét. Hatalmas gépek között halálos vegyszerekkel üvöltő zajban, kemence forrósága és hűtőkamrák hidege mellett is termelni kell. Télen, nyáron, ünnepnap a gép forog. A mi kollégáink betegségben élnek, és korán halnak meg. Nem úgy, mint a közpénzes benzinkártyával tankolt, szolgálati luxusautóval, közpénzen bérelt luxuslakásba forradozott politikus urat. Mikor máshol heti 28 órás munkahéten állapodnak meg. Tudja ezt Hósa és Szatmári páros, amikor külföldi
példákat sorol föl dékonyúzó tervének alátámasztására. 6 napos munkahét! Ők gyártják azt az autót, amiből nem hajlandó kiszállni a politikus, hogy szót váltson velünk magyar dolgozókkal. Úgy gondolták a képviselő urak a fűtött ülésekben terpeszkedve, hogy a magyarok még nem dolgoztak eleget. Úgy gondolták, hogy 400 euróra is elfér, elég 3 év múlva kifizetni azt. Nem érdekli őket az egészség, nem érdekli őket a család, az általuk hirdetett családok évében. Hagyjuk ezt! Dolgozó, akiből rabszolgát akarnak faragni. Világos, hogy mi zajlik itt. Sima beszédű politikusaink elvarázsolják, biodíszertnek használják a magyar konfederációs vezetőket. Semmibe veszik őket az egyeztetéseken, hogy a végén csak a hazugság maradjon, amit aztán két kézzel szavaznak meg, a gyárban még sosem járt hűvéresek a parlamentben. Eközben tüntetésünk idejére lezárják a Kossuth teret. Talán félnek? Elég volt. És elmondom, hogy mit teszünk. Mi, a Magyar Szakszervezet Cselekvő Ereje. Minden egyes munkahelyen egyenként állunk ellen. Két kezünkkel tartjuk vissza ezt a törvényt az alkalmazástól. Teszem azt az, hogy az elmúlt években sok jó kollégával együtt megvédjük a dolgozókat, megvédjük a kollégákat, helyben, a munkahelyeken. Ti drága barátaim, akik messziről, akár az ország másik sarkából jöttetek, ide hajnalban, legfeljebb egy szendvicssel a zsebetekben, mégis az első sorban álltok, lengessétek meg az ászlót! Még csak egy papír. Vezetőink nem tudták agyon tárgyalni, hát mi a dolgunk lesz agyonverni. Ebből a papírból ugyanis rabszolgák csak akkor lesz, ha a munkáltató úgy dönt. De mi akkor rúgjuk rá az ajtót, akkor állítjuk meg a munkát, akkor zárjuk be a körbe az üzemet a dolgozókkal. Mert a szakszervezet dolga a mi dolgunk, és így teszünk. Keressünk hozzá szövetségeseket. Halljátok, képviselők? Most bizonyítsátok, kit képviseltek odabent. Amikor szavaznatok kellene, álljatok ellent és mutassátok meg, kik vagytok. Számoljatok el lelkiismeretekkel, bojkottáljátok a végszavazást. Aki igennel szavaz, saját népét árulja el. És hogyha szövetségeseket keresünk, itt vannak a diákok, akik a jövőnket látják veszélyben. Nyújtsunk nekik kezet, hiszen többen erősebbek vagyunk.
Álljatok át! Álljatok át!